Szigorúan csak szájmaszkban léphetnek be a vásárlók ebbe a gyógyszertárba. Az elmúlt időszakban a vevők lazábban fogták fel a vírus elleni védekezés előírásait, a tapasztalatok azt mutatják, a sikeres védekezés könnyelműbbé tette az embereket. Mi itt Magyarországon egy kicsit el vagyunk kényeztetve, kevés következménnyel találkoztunk, de a legújabb orvosi cikkek azt mutatják, hogy sajnos hosszú távú egészségkárosító következményei vannak ennek a vírusnak, tehát nagyon el kéne kerülni azt, hogy megbetegedjünk, hogy elkapjuk ezt a fertőzést. Egy Angliában készült kutatás kimutatása szerint 1000 gyógyult beteg közel 40%-ánál találtak enyhe vagy közepes agyvelőgyulladást. Mindez azt jelenti, hogy a gyógyulás csak átmeneti, éppen ezért kiemelten fontos a védekezés, mondta Hegedűs Gyula. A patikában kiemelten fokozott a veszély arra, hogy valaki megkapja a fertőzést, hiszen itt betegek fordulnak meg, ezért itt a maszkhasználat abszolút kötelező lesz. Az operatív törzs fokozott ellenőrzésre szólította fel a rendőrséget. A járvány továbbra is jelen van, és több országban erősen terjed. A sikeres védekezés érdekében egyre fontosabbá válik a szabályok fokozott betartása.